A mátaszéki bölcsöde és óvodában közel 30-an kérték az ügyeletet. Az egyik vegyes csoportban jelenleg hárman járnak. Ők most a homokozóban játszanak. Simon Csabáni, az intézmény vezetője azt mondja, a 40 dolgozó mintegy fele már átesett a koronavíruson. Jelenleg 2 munkavállalójuk beteg. Úgy véli, a pedagógusok oltása indokolt. Nagyon vártuk már, hogy ránk kerüljön a sor. Nagyon fontos az, hogy védettek legyünk, hogy elkerüljön minket a betegség, illetve hogy mi se adjuk tovább, se a kollégáknak, se a gyerekeknek. Mi itt 40 körüli létszám az itt az épületben, akik közvetlenül foglalkozunk a gyerekekkel, tehát a 9 csoport óvodásaival, illetve a 2 bölcsödés csoportban. Azt mi nem tudjuk megtenni, hogy elküldjük a kisgyereket, hogy tartsuk be a 1,5 méter távolságot, tehát ez egyrészt képtelenség. Közvetlen kontaktusban vagyunk velük. Ha a gondozási feladatokat tekintem, akár egy öltöztetés, akár a mosdóhasználat, az étkezés, vagy bármi egyéb tevékenység, ez nálunk alaphelyzet. Vagy ha egy kisgyerek odabújik az óvónénihez, őt be kell venni, meg kell vigasztalni. A dolgozók azt mondták, élnek a kormány által nyújtott lehetőséggel, és beoltatják magukat koronavírus ellen. Azt gondolom, hogy mivel mi a gyerekekkel nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, így ez egy remek alkalom arra, hogy aki igényt tart az oltásra, az ezáltal felvehesse, megkaphassa. Ezért ez remek alkalom arra, hogy megszerezzék a védettséget. Ezek a kollégák élnek is a lehetőséggel, hogy mielőbb megkaphassák ezt az oltást. Vannak, akik már régebben regisztráltak, mások pedig éltek ezzel a lehetőséggel, ami most adódott, és regisztráltak, hogy minél előbb megkaphassák az oltást. Szintén vannak, akik már megkapták az üzenetet, mások még várnak rá. Ebből az üzenetből kiderül, hogy hol és mikor kapható meg az oltás. A szülők úgy vélik, amint lesz lehetőség, magukat és gyermekeiket is beoltatják koronavírus ellen. Így gondolja Süveges nagy Erika is, akinek a kislánya 5 éves és a nyuszi csoportba jár. Én regisztráltam magas vérnyomásos betegként 2 éve, de a gyógyszerek segítségével rendben van a vérnyomásom. A férjem teljesen rendben van, 40 évesen, ő nem regisztrált, mi ezt nem is beszéltük meg, tehát ezt felnőttként eldöntöttük mind a ketten. Ő azt mondta, hogy amikor ő úgy gondolja, hogy kell, meg kelleni fog, akkor ő beoltatja magát. Nem vagyunk ellene, nyilván. 2 évesen lázgörcsös volt a lányom, ő megkapta a bárányhimrő elleni oltást, az influenza elleni oltást is. Egy nagyon jó gyerekorvosunk van, és az ő javaslatára én kikértem mindig az ő javaslatát, hogy kérjük, ne kérjük, mi legyen, adjuk, ne adjuk, de mi a gyereket tesszük. Tehát ő az első nyilván, hogyha itt most arról lesz szó, hogy szövődményei lehetnek a Covid vírusnak bármi, akkor habozás nélkül, tehát én nem gondolom. Igazából utána néztem, tehát ez még nagyon kísérleti stádiumban. Jövő év tavaszáról beszélnek, hogy előfordulhat, hogy akkor már, ha kell, akkor igen, nyilván. Tehát nem vagyunk abszolút ellene. A mátaszéki óvoda munkavállalói és jó néhány szülő is várja tehát az értesítést a védőoltás helyszínéről és időpontjáról.